Üdv újra mindenkinek! Ebben a videóban szeretnék egy kicsit a, az ősmagyar genetikával foglalkozni abban az aspektusában, hogy milyen történeti következtetések voltak le ebből, ezekből a génmarkerekből. Hát nyilvánvalóan a mai magyarsághoz képest az ősmagyarság is egy színes társaság volt genetikai értelemben, sőt kimondom még színesebb, mint a mai magyarság. Tehát nem arról van szó, hogy mi az idegen népek, vagy mondjuk azt, hogy szlávok, germánok és különböző leszármazottaik révén tovább színesettünk a honalapítás óta, hanem azt lehet mondani, hogy már akkor is keverve voltunk többféle európai game markerrel, de akkor még ugye az ázsiai repertoári színesebb volt, tehát azt lehet mondani, hogy ez az állítás nem igaz a magyarságra, hogy még színesebb lett, vagy még jobban összekeveredett, az ősmajasság ös sokkal kevertebb volt. Kicsit euh, a tekintetben is vizsgáljunk -e a dolgokat, hogy na megmondtam, itt a bizonyíték, itt a genetikai bizonyíték, hogy az én elméletem igaz a magyarság számára. Ezt a bevezető mondatot mondhatná egy kárpát eredet van, egy Skita van, egy Türk-Mongol van, egy Finnugor van, egy Sumér van egyaránt, ugyanis mindenféle game marker megtalálható volt ezek közül az ősi magyarságnál, viszont ha a Finnugor példával szeretnénk előjönni, akkor kétféle Szibéria népekkel kapcsolatban hozható DNS sikerült kimutatni eddig, ugye a honlapító magyarságnál, az egyik az N, egy A, M, 2004-es, a másik pedig az N1A Z1936-os. Az elsővel kezdenénk, ez kettő főnél lett kimutatva. A Fóti eredményét is ideveszünk, veszünk az akkor a 30-hoz, hogyha a harmadik billát is ide soroljuk, aki ugye nem honalapítás kori, de mégis ugye megengedést nyer dns az Árpádi DNS-be, akkor 31 mintával van dolgunk. Mondjuk azt, hogy ezek közül ugye két fő esetében fordult ez elő, ez kelet-szibériai marker, Jakutoknál, Emenki, Eves, stb népeknél fordul elő, ki van mutatva az eszkimók között is, stb. Tehát eh, erre mondhatnák a szibériai fanok, hogy na de hát megmondtuk. Igen, ám csak egy probléma van, a szibériai game marker, tehát az N haplocsoport, az a Kimmer népességnél is kimutatás nyert, méghozzá pont Magyarországon egy koravaskori vagy preszkita leletnek mondott koravaskori mezőcsátik szkita leletnél, illetve uh, a Sziunuhum birodalom területén és az avaroknál rengeteg, majdnem 50%-os arányban. Én úgy gondolom, hogy ez nem támasztja alá Finúr elméletet, ez a tény, hogy volt köztünk szibériai. Ez azt mondja, hogy, uh, vagy nézetem szerint csak, hogy a Skita eleink keletre vándorolva bevették a buliba ezeket a szibériai elemeket. És akkor mondják, ugye, hogy mert a nyelv, én úgy gondolom, hogy a nyelvészet sem végzett, és ülhet, dőlhet hátra, és a kert szavunkat, a kard szavunkat, a vár szavunkat iráni jövevészónak merik nevezni, addig én azt mondom, hogy teljes mértékben hiteltelenek, és a kert szavunk az a kör szavunk szóbokrába tartozik, ugye a kör, kerít, bekerít, bekerített veteményes a kert. A vár szavunk pedig az az erőd, ahol kivárjuk a felmentő érkezését, az ostrom végét. A kard pedig a karunk meghosszabbítása, ugye a kéz, kezes kar, kard, karos kard, kar. Jó, tehát tök egyszerű, a matematika és a logika mentén magyar szobokba gondolkodva, ezek magyar szavak is nem iráni jövén szavak, és innentől fogva már meg is fordítottuk a finnungor elméletet onnan, hogy a mi nyelvünk származik tőlünk, oda, hogy a mi től vettek át ők mi nyelvünkből vettek át. Tehát megfordítottuk, visszafordítottuk a helyes irányba az átadó és az átvő szerepét. Jó, és egyébként ez a Z1936, a másik almutáció, ez viszont a finn-permi népekre jellemző, akik ez nyelvileg nem közvetlenül kapcsolják a magyarságot, és a mai Finnországban dominál. Úgyhogy ez, ez inkább, a fi, egy, inkább egyfajta ilyen orosz-fin kapcsolat révén, a Kievisz révén kerülhetett a magyarság. Kötelékébe az ezt a markert hordozó három fő. Jó, a, Az kit a vonalhoz tartozik az árpádokban jelenlévő eredje az E21-23, ez a szlubnaya gerendavázas kultúrától származik, a bronzkori szóládi, tehát magyarországi lelőhelyről is ismert, tehát már akkor az árpádok vagy rokonai itt éltek a Balaton déli részén z 24 szintasta, amely egy kicsit keletebbre eső, de szintén szkíta eredet, előszkíta nép, meg mondható teljesen europid vonásokkal, illetve az Afanasjevó népességnél fordul elő, ez még keletebbre van, az Afanasjevó népességet sodorta magával a szintasta népesség egy részét, és ők eredetően jamnai eredetűek, és az ő eredeti markerük, amely szintén megtartó az ősmagyarság között, az az R1BL23. Ez a jamnai és Afanasjevó népekre emző. Úgyhogy ez a három marker lenne, nézetem szerint az az Európai Dősi Skita, mobilis game marker, ami az összes régiót összeköti, illetve a skitaság, az, hogy lovon közlekedett, az köti össze Ázsiát, Európával, Északot, Délán, stb. Hát az r az EU 21 24 az kettő főnél volt kimutatva, az eu 21 23 az Árpádok, az l Ered BL23 pedig egy főnél lett kimutatva. Ha megnézzük a kelet-ázsiai markereket, még akkor a Q1A-haplocsoport érdemel szót. Ez a Tiensani unoknál volt kimutatva, a húszarmatáknál, illetve még korábban az Oku-Nevo és Karasuk kultúráknál. Tehát gyakorlatilag ez egy, megint csak egy-egy egy keleti szkét a világon belül feltétlenül autóktól lakosok révén bekerült Game Marker. van szóval a C2, amit nem a ki talált meg, hanem a Fóti Erzsébet, de ő is egy karosi uh, koponyából nyerte a DNS-t, a karosi 2-es temető 60-as Európa-Mongolid típusú emberénél. A C2 az a mai mongolokra jellemző, illetve a mongolosítás utáni kazahokra, úgyhogy ez egyértelműen a Mongolia területén kerül a magyarság, és ez megint csak, csak a kizárólag a Sziunu lehet. Aztán itt vannak az európai game markerek, azon ága, ami nél felszíszennek a kárpát medence falok. Ez az I2A1, A2B, ez 6 főnél lett kimutatva, illetve 5 főnél és egy főnél az ennél öregebb variáns. De ez mind a bárdeni kukutani kultúrákra jellemző, tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen körészkori kárpát eredetre megy vissza, de legalábbis közép-európai. Aztán itt az EV13, ez a Balkánon a leggyakoribb, a mai Koszovó Montenegró területén, ám de bár Szubartu területén is megtalálható. Kérdés, hogy honnan került a magyarságba, itt a kárpát medencébe vagy pedig len a közelkeret kaukázus térségéből. Ezt, ezt, nem lehet eldönteni, mert mindkét helyről természetesen bekerülhetett. Aztán van az eredje a CTS 1112 ez a nyugati eredje, tehát mai Lengyelország, stb. Erre mondják azt, hogy szláv változat. Belekerülhetett egyébként a magyarságban simán a szlávok által is, viszont itt van egy érdekesebb megközelítés, egy izgalmasabb megközelítés, a jóval régebbi kártyadvér vagy zsinol díszes kultúra keleti ága lévén is. Ugye ez megint csak passzolna ide a bárden kultúra észak részéről és ezt megint csak össze lehetne kötni a köt, 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 bronzkori eh, szkítákkal illetve akkor már lengyeli kultúra volt a Kárpát-merencében. Aztán megint csak uh, van egy olyan gémmarker, ami akár a Kárpát-merencében, hiszen a neolitikus időkben is már itt van, akár a Kaukázus, akár Irán, Nyugat-Ázsia légióival hoz minket össze, ez a G2A2B. Aztán van egy g 2 a 1 a és egy J1 hapló csoport, ugye ezt a Kaukázus közel-keleti Végül itt a sumérfanok örülhetnek, sumér szabírfanok örülhetnek, mert ez, ezeket a tájegységekre mutató game -markerek. Hát igazság szerint, ugye a kőkortól kezdődően az öreg Európa és a termékek tehát a közelkedt térsége az kapcsolatban van egymással, és a különböző game markerek oké, okay, hogy mondjuk Nyugat-Ázsiában vagy a közelkert alakulnak ki, de elterjednek Európa irányába már a kőkor folyamán. Úgyhogy itt azért nehezebb dolgunk van kinyomozni, hogy most akkor itt régió közül melyik. Aztán itt vannak a valószínűleg magyar állált elemek, a... ja nem mondtam mennyiségeket az előbb, ugye az i 2 mondtam, az EV13-nál kettő fő, itt is van egy öregem, meg egy fiatalabb mutáció, a CTS11-12-es négy fő, tehát ez elég magas számnak mondható, én ja, mondom, még egyszer 31-ről beszélünk összességében. A G2, a J2 és a j pedig 1-1-1 egy, 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 egy fő okay, Egyébként a J1-et a szalmatákra is kimutatták, tehát a szarmatáknak volt egy közelkeleti eredetű ága. Itt nagyon érdekes a Hóman Bálintra gondolni, akik szerint a, vagy aki szerint a szabírok fekete alámok lennének, vagy a két nép keveréke, ja, mi a mi. is ugye a Subartui Nimrod keveredik az alánokkal, úgyhogy, illetve a fiai, Rémi. Aztán itt vannak a magyar állett, uh, például r 1 b u 106 ez a germánokra jellemző, már a hunoknál is megvolt, tehát ott már az ottani germánok jelenléte. ugye Három fővel számolunk. Az r 1 b u 152 a kelta Latin, vagy Latinizált Kelta, egyetemen Pannonia területéről. És aztán itt az n 1 a azért, ezt már említettem, ugye ez az a, itt Neparáczki külön vett és Eurázsiainak sorolt, ez három főnél volt, ez a Finn Permi népekre jelző DNS. De az összességében elmondható mondom még egyszer, hogy a Skita világ, a kárpát medencei világ, Kaukázus közel-kelet, az ázsiai és Finnugor világ is megvan, meg volt a, az ősmagyarságnál, de e, én úgy gondolom, hogy a egyrészt a kárpát markerek, azok nem vándoroltak keletre, és tértek haza, tehát ez az, hogy kivándorolt mindenki a melencéből, és visszavándorolt, azt nem igazolják ezek a markerek. A vándorlás sokkal inkább az Európa és Ázsia közti vándorlást, az Európid skita vagy előszkita népekre volt jellemző, és ők sodorják magukkal ide a Kárpát-melencébe, azokat az ázsiai, uh, népeket, amelyek voltak részben, szibériaiak részben, altai, altai eredetűek, az a fin jelenlét az talány, számolva valószínűleg egyébként kis százalékban a tatároknál, baskiluknál is megtalálható, tehát valószínűleg a Magna Hungáriában ide költözés korott a Volga Káma vidékre sodródott kis perem finpermiekkel, vagy az oroszok révén. Hiszen mondom például a Rurikidák, az orosz uralkodóház, az, az skandofin származású volt, tehát a finneknek egy éjszaki, vagy a finnugor népeknek egy éjszaki ágát képviselték. Ez nagyon érdekes. Lehet. Jó, tehát ennyit szerettem volna mondani, mert most jönnek majd mindenféle cikkek, hogy hát apai ágon mégiscsak van uralni, még ha anyai nincs is. Tehát nem anyanyelvről, apanyelvről beszélünk, nem gondolom azt, hogy szibériai nyelv lenne a magyar. Vagy a kárpát merencéhez vagy a szkítákhoz, vagy a közelkeleti keleti népekhez köthető, és aztán átvettek belőle ezek az ázsiai, altai, urali népek. Köszönöm szépen a figyelmet!